Ha már most atyámfiai hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kielentésben, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok. Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár citera nem adnak megkülönböztethető hangokat, mi módon ismerjük meg, amit fuvoláznak vagy citeráznak mert ha a trombita bizonytalan zengést tesz, kicsoda készül a harcra. Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Az első korintusi levél 14. fejezet 6-tól a 9. verség idéztem Pálapostolnak azt a kijelentését, amikor a korintus beliek közül azokhoz fordul kiváltképpen, akik úgy gondolták, hogy ők az általuk gyakorolt nyelveken szólással valami nagyon nagy dolgot tesznek, vagy nagyon nagyra magasztalják Istent, és nagyon megmutatják, hogy ők az igazi keresztények, és mondjuk a, a filippi beliek, vagy a más városban levők nem igazi keresztények, mert náluk nincs nyelveken szólás. Pál két levelében beszél részletesen egyébként a nyelveken szólásra, az első korintusi levélben és az efézusi levélben a lélek ajándékairól szólva, és itt Pál elmagyarázza nekik, hogy az igazi nyelveken szólás az az, amikor értelmes módon tudok beszélni más nyelveken az evangéliumról, és át tudom adni az evangéliumot nem csak magyarul, de németül, franciául, angolul, most a mai helyzetbe hozom ezt a tanítást, de az, hogy én elkezdek beszélni különböző nyelveken, keverék nyelveken, más nyelveken, és szinte megszáll a lélek, hogy transz állapotba kerülök, és mindenki akkor azt mondja, hogy ő vele a szent élek van jelen. Hát ez, ez borzalmas, hát a levegőbe beszéltek. Kedves testre, a levegőbe beszéltek. Hát ez, hogy levegőbe beszélni, ez nem éppen dicséretes emberi tulajdonság, ezt szoktuk ezt a kifejezést átvitt értelemben is használni, amikor valaki mellé beszél, vagy valaki nem azt mondja, amit kellene. Levegőbe beszéltek, hogy később majd még súlyosabb szóval azt mondja, hogy örjöngtök. És ezekből a kijelentésekből láthatjuk, hogy milyen gyakorlat volt ott az Isten tiszteleteken. Az, ami a mai nyelveken szóló karizmatikusnak mondott közösségekben, vagyis hát oly távol a szentélektől, amilyen távol csak lehet, mert a szentélek halkész, szelit hang. A szentélek a lelkiismereten keresztül, a legbensőbb részünkön belül halkész, szelit hangként hozza tudomásunkra az igazságot. A szentélek nem ovációval jön a szentlek nem nagy csinnadrattával jön. Persze egy felfokozott világnak, ahol minden a hang, a harsánysága, az élénk, a mindenkit lenyűgöző előtérbe kerülés, hát az ilyen világban el lehet hitetni óriási tömegekkel is, hogy egykor örjöntetek egy rockkoncerten, most meg örjöntök mondjuk egy keresztény rock koncerten, soha nem tudtam, soha nem tudtam megérteni, hogy a keresztény rock az mitől kevésbé veszélyes, sokkal veszélyesebb, mint a kemény rock, hiszen ugyanaz a transz állapotba helyezés hajtja, amiről az ember úgy gondolja, hogy most jobb helyzetbe került. Most valami nagy eufórikus boldogságot él át, Hallottam, hogy a kábítószereknek a tulajdonságuk, hogy nem is tudom hány százszoros örömet vagy boldogsági érzetet, élményt adnak. De a mi vallásunk nem az érzetem vagy az élményen alapul. Az jön és megy egyik pillanatban, ilyen másik pillanatban, amolyan. A mi vallásunk értelmen alapul, hogy is mondta Salamon, hogy Értelem őrizzen téged, meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. A mi vallásunk az értelem és hitvallása. Jézus Krisztus nem érzelmeket vagy átéléseket közvetített. Jézus Krisztus soha nem jött transzállapotba, sem az apostolok, de sem a nép, aki látta, hallotta tanításokat, csodákat, dicsőséget adott az Istennek ezekért, csöndben, megrendülve, magukba szállva. Pálapostól azt magyarázza itt a korintus belieknek, hogy ha ti őrjöngtök ilyen megkülönböztetetlen módon beszéltek, olyan, mint a hangszerek is, akik nem adnak a fuvola összekeverhető a citerával, és megkülönböztethető hangokat nem adnak, akkor mi módon ismerjük meg, hogy fuvoláznak, vagy citeráznak, és mit játszanak ezeken a hangszereken, és ha a trombita bizonytalan zengést tesz, kicsoda készül a harc, tehát nagyon egyszerű dolgot mond, azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok, csak a levegőbe fogtok beszélni, és itt nem csak a halandzsa nyelvet ítéli el az apostol, hanem azt is, amikor, amikor látszólag értelmes szavakat mondanak egymás után, de érthetetlen összefüggésben, és ezt nevezik a szentélek magasabb rendű kiáradásának, vigyázzunk magunkra, hova keveredünk, és vigyázzunk másokra, akik már belekeveredtek, és csak az ige szavát tudom ajánlani, amivel embereket föleszméltethetünk, hogy emberek, a kereszténység nem levegőbe beszélés, nem őrjöngés, hanem a kereszténység a csöndes és nyugalmas élet folytatása, a dolgainknak utána a gyermekeink felnevelése, embertársaink szolgálata, egy szóval az örök életre való felkészülés. Mai napotokra is ezt ajánlom.